Jó estét kívánok! Az előadáson kívül szeretnénk mondani önöknek valamit. Vegyék úgy, mintha nem is mondtam volna. Akárhova megyek az országban, tegnap játszottam Sárbogárdon, holnap meg Bátaszéken József Attilát, és mindenhol az első sorban üresen hagynak helyeket, ahol ráadásul fehér papírok is vannak, hogy foglalt. Itt szokott ülni a Városi Párbizottság titkára, mellette a nagyságű felesége, és ezek soha nem jönnek el. Ezért azt szeretném kérni, hogy bátrabb nézők jöjjenek ide előre, és üljenek az első sorba. Van, aki ezt meri? Jöjjenek ide szépen. Ott van 7 szék, és itt is van 4. Jöjjenek, legyenek szívesek. Bátran előre. Hány éves vagy? Apád tudja, hogy itt vagy? Jó. Jöjjenek csak nyugodtan. Méltóságos asszonyom, ajánlom magam, persze csak jobb híján. Ide is jöhetnek. Én így néznék ki. Így nyugodtan oda be. Csókolom, magára vártunk. Köszönöm. Boldogan jöttem. Csak komolyan. Magának a szeme se áll jól. Megvagyunk, oké, mehetnek le a fények. Bocsánat. Hány éves vagy? 8. Holnap megírják a lapok, hogy pedofil vagy. Ezt neked mondom, jó? Világokat igazgatok, üveggolyókkal játszom. Nem szeretnek a gazdagok, árva gyermeknek látszom. Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepre éppen lancsötétség szállott, mint bársony permetek. Lábam alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Hűrkészve körben gugoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél közöttük vigyázva botlott, a hűvös telemény a lámpák felé lesett gyanakóan. Vatkácsöri a tápogoltóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti, e táj oly elhagyott, s én váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifosszhatna engem, és védekezni nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számon tartatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, s azt is, ki érti meg. És nem sejtettem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak, anyám ott született. Az eleve jogfájáról lehultak, mint itt a levelek. S a rájuk ág a fenlőtt bal szerencse, mind megcsörrel, hogy nyomorát jelentse, és elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem ihonos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenkelt, aki alattomos, sem népet, mely rettek, hogyha választ. Szemét lesülte fontol, sanda választ, s vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engem sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek. Mint apró gyermeket kiugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, s lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem új becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad.
Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el szabadság, tesz ő nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is engedd. Szép, komoly fiadat. Nem emel föl már senki sem, bele nehezültem a sárba. Fogadj fiatnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak. Segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem még kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjait magamra vettem. Az árnyék világ árkain most már te őrködj én felettem, most már te őrködj én felettem. Incs meg, mint kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám, mielőtt magam feláldoznám. Az ember együtt él a közönséggel. Sokszor olyasmit is észrevesz, amit nem kéne. De hát ez csak nagyon ritka. Köszönöm a fényt, leveti, köszönöm. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fűkinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél saját igaz bőrödnél. Atyát hívtál el Isten, embert. Ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltásig nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert, szorítsd üres szívedhez. Vagy vess el minden elvet, s még reméljű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned.
József Attila verseit hallották. Gondolom tudják a nélkül is. Én is jó estét kívánok mindannyiuknak. Jó estét, Újpest! Köszönjük szépen ezt a csodálatos meghívást, és azt, hogy megtöltöttünk egy ekkora termet a Költészet napján Hobóval. Én kérhetek még egy tapsot? Szerintem 10 perc alatt már is bemutatkozott. Meg hogy itthon is vagyunk Újpesten. Egy pici bevezetőt én is mondok, bár ez nem lesz ennyire nagy hatású, mint a magáé volt itt egy 10 perccel ezelőtt. Nem szabad ripacsokat beengedni elsőnek. Jó, hát ennyi. Hát ez ember ugye nem tudja, mire számítson, ez nem igaz, mert már többször szerepeltünk együtt. Egyébként egy Pilinszki este, majd arra nem sokára visszatérünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a meghívást a város vezetésnek, a kerületvezetésnek és Bedő Katának. Bevallom őszintén, hogy egy picit meg is lepett, amikor elkezdtünk közösen ötletelni, de nem azért lepett meg, mert azt gondolom, hogy csak itt, meg kis kávéházban, meg bármilyen helyen van helye az irodalomnak, azt tudjuk, hogy mindenhol helye van az irodalomnak, hanem azért, mert egy nagyon jó érzés és egy nagyon meleg szív töltött el, amikor elkezdtük azt tervezni, hogy miként fogjuk ezt a nagy termet megtölteni versekkel, és hogy azonnal kezdjük is el, ez nem volt olyan régen ez a tervezés, és kezdjük is el rögtön a Költészet napján, ugye nem véletlenül kezdtük ezt a mai előadást és a mai beszélgetést József Attilával, akinek hétfőn, április 11-én lesz a születésnapja, ezt ünnepeljük ugye a Magyar Költészet napjaként, egyébként azon a napja. Egy pillanat. Kérem, lehet, hogy az ő mikrofonját is adják be a kontrolládába, hogy értsem. Nem, kívülről kell hallanom. Köszönöm. Rendben. De így most jó? Nem. Nem jó. Közelebb ülhetek? Nem kell. Nem kell. Ja, értem. Rendben. Még ilyen nem volt. Ez egy érdekes este lesz. Azt hiszem, látják, hogy Hobóban eléggé dúlnak az érzések. Ezt hallja most? Ezt hallja. Rendben. Tudok hangosabban beszélni, és tele érzelem. Beadták már. Rendben. Na jó. Hát mi mindig ezt csináljuk. Igen, ez stand-up. Többször kéne együtt szerepelnünk. Igen. Mindig kéreti magát. Pedig sokszor hívom irodalmi estekre. Megmondom miért. Nekem ez a harmadik házasságom, és nem akarok még egyet. És ez egy irodalmi est. Szóval, hogy mielőtt rátérnénk, de azért be is vetítem itt a születésnaposunkat, József Attilát, aki kapcsán most elindítunk egy ilyen irodalmi szállat, és sok szerzővel készültünk, úgyhogy lesz itt Faludi György, és lesz itt Ady Endre, és Pilinszki János, nem mondok el mindenkit, mert meglepetések, de hogy talán, hogyha azon gondolkoztam, amikor idejöttem először megbeszédésre Újpestre, hogy úristen, honnan ismerős nekem Újpest, rögtön ugye az irodalmi szállak kezdtek el a fejemben elindulni, hogy kapcsolódik ugye ide Babits Mihály, hogy kapcsolódik ide Kafka Margit. Kik azok a szerzők, akik most itt laknak? Egyébként hát Hobó is ide született, tehát ha otthon, akkor otthon. Vártam, hogy mikor mondja be. Hát Kafka Margit után egyből, szerintem ez egy elég jó sor. De szeretném még megemlíteni, legalább itt az este elején két rövid szöveget kiírtam Berda Józseftől, mert hogyha Újpestnek van szerzője és alkotója, akkor azt gondolom, hogy Berda Józsefet nem lehet kihagyni. Jó, kezdjük tőle egy vallomással, 5 sor, és akkor utána folytassuk majd József Attilával. Azt mondja, ugye pont 120 éve született, úgyhogy egy évforduló is van. Nehéz a becsület, ezt vallom én is, öregem. És mégis egyre üvöltöm, kiáltom, bitang kínok között halljak meg inkább sem, hogy megtagadjam a múltam én magam. Legyek csúnya bár, oly rút, hogy az már fertelem, mégsem veszem fel az állarcot én. Arcom az arcom, szemem a szemem. Nézd meg benne magad, mi mesztelen tükre az a léleknek, melynek ura én vagyok csupán. Pipogyának való tivornya minden alkuvás. Kérlek én, igaz Isten, bélyegezd meg, s vedd el az eszem, vagy némíts meg. Ha csak egy pillanatra is megfeledkeznék, mire kötelez az emberség, mely a te fenségeddel legtisztább forrásból fakadt.
És számos, ez egy kis vallomás rész, egyébként az egyik verses kötetében találtam, de hát gyönyörű verseket írt Berda József, úgyhogy javaslom maguknak, aki nem mélyült még el az életművébe, hogy tegye azt, mert azt gondolom, hogy még az idei évben többször vissza fogunk rá térni, és nekem mindig valahogy Tamás Járon van a fejemben, amikor Berda Józsefet idézem meg, édesapám egy versében emlékezik is Berda Józsefre, de talán erről legközelebb. Arra gondoltam, hogy egy olyan gondolattal kezdeném, és persze József Attilával folytatjuk, de amit pár napja mondott nekem a telefonban, és az olyan izgalmas volt számomra. Azt mondta, hogy én nem verseket mondok, hanem olyat mondok, aminek köze van az életemhez. És hogy lehet kezdeni Újpesten, lehet azzal kezdeni, persze, hogy magának mikor indult be az olvasás, az irodalmi estek, de hogy ez tényleg az életévé vált. Mert egy irodalmi esten, vagy egy ilyen esten, egy József Attila esten, és erre is térjünk rá, mert az ezredik volt tegnap. Itt az ember nem színészkedik, itt nem szerepet játszik, hanem csak akkor ilyen valódi, ha önmagát adja. Hát először is szeretném én is aláhúzni a jelenlétem, az Újpesthez való ragaszkodásomat. Itt születtem 1945-ben, február 13-án. Azon a napon, amikor a szovjet csapatok egyébként felszabadították Budapestet, úgyhogy 1955-ben, a 10. születésnapomon díszünnepséget tartottak a szovjet felszabadítók emléke javára az Erkel Színházban, ahol én adhattam át az egyik vezető elvtársnak a virágot, és ott kiderült, az egyik újságíró igen pontosan megfogalmazta, hogy én napra pontosan egy idős vagyok a szabadsággal. 1945. február 13, 1955. február 13, és itt estem ámulatba, amikor egyik 8-an voltunk a műsorban, és az egyik kislány előlépett és elmondott egy gyönyörű verset. Addig én még soha nem voltam színházban, és az következőképpen hangzott. Rákosi elvtárs, népünk ma erős vár, vezess a győzelem útján, s ránk boldog világ vár. A szerzőt nem zavarta, hogy kétszer vár, ha vár, hanem fölvette a jogdíjat. Újpesten laktam sokáig, 6 éves koromig, és aztán később, amikor elkerültem otthonról, akkor is a nagynénénél laktam az Erzsébet utca 38-ban. És kiskoromban is, körülbelül ilyen 3-4 éves koromtól ugyanott laktunk, ugyanabb házban az első emeleten. És szembe volt egy magasabb ház, aminek a tűzfala fordult mi felénk, és én az első emeleti gang, vagy hogy folyosónak a rácsába kapaszkodva kiabáltam mindenféle halandzsa szövegeket a tűzfalnak, amelyik mindig visszaverte és visszhangzott, értelmetlen szövegeket mondtam, és akkor már azt mondták, hogy költő leszek. Ez aztán nem így lett, de ha arra gondolok, hogy milyen kötődéseim vannak, hát az egyik, számomra az egyik legfontosabb dal az a 45-ös blues. Ez nem vers, ez dalszöveg. És a költők leszokták nézni a dalszövegeket. Mikor engem nemzettek, a sötét égbolt jajgatott, mikor kínnal megszülettem, halált hánytak a csillagok. 100 éves gyermek szemével apám visszatért a harcból, megcsókolt anyámhoz lépett, annyit mondott, ez a pokol. És akkor 45 elején, meg 44 végén, amikor a bombázások voltak, meg minden, hát ez volt a helyzet, ezt próbáltam megfogalmazni. Aztán Újpest leginkább a futballcsapat kötött, a Szusza Ferenc, Göröcs János, Kuharszki Béla. Ő rengeteget jártam, amíg nem volt zene, addig a Megyerúti stadion volt a Mennyország számomra, ahol hát, hihetetlen tehetséges játékosokat játszottam. Láttam aztán, amikor ez kifújt elég hamar, az Újpesti Dózsa, illetve Budapesti Dózsa volt akkor, és én elkerültem a családomtól, akkor kezdtem el verseket olvasni nevezetesen, mivel én kommunista családból származom, olyan kommunista családból, akik a háború előtt lettek kommunisták, amikor szinte senki, az apám pedig partizán csoportot vezetett itt Újpesten, és le is lőtték 2 lövéssel. Nem halt meg, csak megsebesült.
és itt dolgozott a bútorgyárban, édesanyám is itt dolgozott a háború előtt is, és az történt, hogy én aztán elszakadtam otthonról, olyan 16 éves koromban végleg, és semmim sem maradt. Tehát én reformátusnak kellett volna lennem, az nem sikerült, mert a szüleim azok kommunisták voltak, és a kommunizmus a szabályosan úgy, mint a katolikus, evangélikus, zsidó, református vallás volt. Senki nem gondolja másnak. A moszkvai vörös teret gondolták a mennyországoknak, halál komolyan mondom. És Sztálin képek voltak az óvodában, meg Rákosi képek. Tehát abszolút ilyen vallás volt a dolog. És amikor én kezdtem magamra ébredni, ez ilyen a hetedikes koromban volt, amikor valaki megmutatta az első József Attila verset, akkor megdöbentem. Sokáig nem foglalkoztam vele, mert nem volt senki, aki segített általános iskolában. Középiskolában pedig vegyipari technikumban jártam, ahol irodalom helyett a kálium permanganát egyenérték súlyával kellett foglalkozni. El tudják képzelni, szexuálisan izgalmas volt. És aztán, amikor hát mennem kellett otthonról, és két évig már akkor ismét számüzetésben voltam, Veszprémben laktam egy kollégiumban, és ott kezdtem el komolyabban verseket olvasni. Nem is gondoltam volna, hogy ez lesz. És igazából sok, volt egy tanárom, aki sok mindent mutatott, csak József Attilát nem, de nem azért, mert műveletlen volt, hanem őt más érdekelte. És valahogy én kezembe belekeveredtem a József Attila dologba, és akkor főleg a Tanítások című ciklus az döbbentett meg. Olyan volt nekem, mint egy biblia. Ti jók vagytok mindannyian, mi csinálnátok hát rosszat. Néha úgy vagytok a rosszal, mint a gyermek a csavargással. Újjong, eltéved, sírdogál, s haza kívánkozik. Ti mindannyian örültök a jónak, s fontoljátok meg, mit mondok. Nem sánta az, aki együtt lelkendezik a csúszkálókkal. Ez megrázott engem. Megrázott az elesetekkel, a kitaszítottakkal, és nem voltam akkor még ilyen tudatosan homó, vagy valami, nem tudom, csavargó, csak menekülnöm kellett otthonról. És akkor ebbe kapaszkodtam. És én nem úgy olvastam az ő verseit, mint verseket, hanem mint egy, tudtam az élet történetét, elkezdtem ugye kutatni, vagy olvasni. Tudtam, hogy egy, szóval úgy fogtam föl, mint egy nagyon nagy bajba jutott ember üzenetét egy másik nagyon nagy bajba jutottnak. Én nagy bajba voltam, nem csak a apámmal való kapcsolatom, vagy a családi viszonyom miatt, hanem magamról se tudtam semmit, mert a kálium permanganáttal kellett foglalkozni, oda dugtak be, ami engem nem érdekelt. Tehát az volt a Bibliám, József Attila, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, ez az enyém volt. Függetlenül, hogy ki írta. Ahogy így hallgatom, azon gondolkozom, hogy József Attila szerintem nagyon sokunknak itt a teremben az egyik első olyan olvasási élmény, amikor szavak nélkül maradunk. Mert a költészettel való találkozás, most ez, majd erről lehet beszélgetni, nekem egy picit a szavakon túliság is. Tehát amikor hallgatok egy verset, elolvasok egy verset, akár maga mondja, akár én otthon a gyerekemnek felolvasok, vagy csak egy irodalmi esre készülök, valahogy megszületik a csönd, amit talán ugyanúgy kell a befogadáshoz, mint a hang meg a szó. És most mondta, hogy nézte a sorsát József Attilának. Én valahogy úgy látom ezt a szerzőt, mint akit talán sosem mertek bántani, és aki végig kíséri az életünket. És hogy az előbb felvezetésben mondtam, hogy tegnap volt, de nem tudom, hogy hallott-e a közönség, hogy az ezredik József Attila előadása magának. Tehát ez már önmagában elképesztő. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani önöknek, hogy még a Hajmási Pétert se játszották ezerszer. Most tapsoljanak! Szóval, hogy ez tényleg azt gondolom, hogy csak úgy lehet, ahogy az kezdő a tegnapi beszélgetésünket idéztem, hogy ennek nyilván köze van a maga életéhez, de hogy ez József Attila talán mindenhol működik. Nem tudom, mik a legextrémebb helyek, ahol játszotta, vagy akiknek elmondta, vagy akiknek idézett József Attilát, de nem ő az a szerző, aki tényleg a szavaival, a szeretet vágyával, a valakihez tartozni vágyásával összekapcsolja az embereket? Vagy hitet, vagy reményt tud adni? Leginkább? Nem lehet ezt tudni. Az a vélemény,
hangzik el nagyon sokszor magas fórumokon, hogy nincs igény a kultúrára. Na most, hát én nem igazán tudok mást mondani maguknak, mint hogy egy utolsó ripacs vagyok, aki páva tollakat dugdos a fenekébe és mutogatja magát. Nem veszem én ezt komolyan, nem tudom, kicsoda vagyok. Az a dolgom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. Legyen a zene vagy költészet, és az önök javából, akik jó voltából, akik évtizedek óta elviselnek engem, még a magam dolgait is hozzátehettem. Ez fantasztikus. De ha az ember csak azt adja tovább, amit kapott, az se kis dolog. Na most hát én olyanokat kaptam, például akkor mondok egy ilyen rövid, hogy a csecsemő is szenvedi, ha szülönő. Párosként enyhített alázat, de én nekem pénzhoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Ezt én mondjuk 1979-ben úgy éreztem, hogy ez én rólam szól. Ez én vagyok. Csak nem én írtam, és persze én nem tudnám így megírni. Tehát voltak ilyen totális teli találatok, ami nem azért volt, és még egyszer szeretném mondani, hogy én nem, nagyon sok költőt szeretek, és nagyon sokat nem mondok, mert az ember nem tud mindent mondani. Tehát én, mit tudom, én Radótit vagy Kosztolányit imádom, de mégsem mondom őket. Mert nem ez az én dolgom, hogy mindent mondjak. Én egy blues-énekes vagy, mit mondjak, ugye ripacs vagyok, ahogy az előbb mondtam. Na most azonban itt olyan dolgok vannak, úgy jönnek le, ami az embernek az erőt ad ahhoz, hogy elviselje a világot, hogy elviselje a saját magát, amikor bajban van mind a kettővel. Amit én csináltam, meg azon az úton, amin én mentem, meg még az önök jó voltából járok, nem megy minden simán, meg ma sem megy. És néha a József Attilánál ilyeneket lehet találni, hogy barátom a lágyagyban, egy ágyban lakom, nem is lesz hervadulliliomom, nincs gépfegyverem, kövem vagy nyilam, ölni szeretnék, mint mindannyian. Ezt a József Attila írta. És ha arra gondolok, hogy itt mi folyik az országban, akkor nem gondolom azt, hogy nagyon messze lenne ettől. És hát ez egy óriási dolog, hogy az ember, vagy én legalábbis nem merek mások nevében beszélni persze, de hogy segítséget kap. Tehát mint a Biblia. Vagy én azt szoktam mondani, hogy nekem a József Attila volt a Bibliám, hogy ezek a szövegek, hogy bizony én sem voltam az, akit a családfők kegyelnek. Ez így volt. És ezek óriási segítségek ahhoz, hogy az ember be tudja mérni magát, tudják miért? Azért, mert az úgynevezett siker, vagy a taps, vagy az, hogy az ember mondjuk így, hogy csúnya szóval, hogy rockstar, az könnyen elviheti. Mert hát fantasztikus dolog százezreknek játszani évek óta, és én ezt csinálom. És fantasztikus, hogy így fogadják azt, amit játsz, meg még a lemezeimet is, meg a könyveimet is megveszik. Könnyen elvakíthatja az embert ez a dolog, ha nincsenek mesterei. Akik, a Mick Jagger az nem egy buta ember. Az a 60-as években mondta, hogy nem árt, ha az embert időnként fenékbe rúgja valaki, de nincs, aki megtegye. Hát én kaptam egy-két ilyen löketet, egyrészt egy-két barátomtól, vagy mesteremtől, másrészt költőktől. Igen nagy szaharában voltam, hogy ne beszéljek csúnyán. Egyszer és egyszer csak rám szólt valaki, hogy látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtelen présben. A felelősséget, vagy az, hogy az ember ezt a kultúrát, vagy a magyarságot, vagy ez vigye, hurcolja, ez óriási támogatást kaphat ebben a kultúrában, amiről ma csak a költészetről esik szó. De hát gyönyörű filmek, színdarabok, népdalok, mindenféle van, amiből az ember erőt meríthet, kinek mi, vagy Bartók Béla, vagy kinek mi jut. Föl lehet fedezni sokkal több dolgot, most maradjunk a verseknél, hogy sokkal több az, mint egy ember elolvas egy jó verset. Hogy ebben a világban mondjam a Covidot, meg a háborút, meg a választásokat, meg a gyűlölködés, nem. Ebben a dologban a költészetről beszélek. Rengeteg minden van, ami nálunk bölcsebb emberek, esetleg még azt is merem mondani, hogy zsenik írtak.
Ne engedje, hogy ennyit beszéljek. De hát szerintem közösen élvezzük. Azon gondolkozom, hogy olyan jó, hogy sokszor kiemeli a közönséget, mert hogy tényleg ebből, ez nyilvánvalóan egy forrás magának is. A közönség, aki hallgatja, és, de hogy tényleg börtönben is működik? Tényleg a legemelkedettebb helyen, és azon, tehát hogy ezek a különbségek magának mennyire befolyásoló tényezők? Mondjuk, amikor egy József Attilát mond, más a reakció, másképp... Nem szabad. Senkire se szabad figyelni. Tegnap még úgy volt, hogy az 1000. József Attilát Sárdbogárdon nem fogom tudni elvállalni, annyira beteg voltam, egy izom köteg ugrott össze, ami olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudtam menni. De úgy gondoltam, hogy az 1000. előadást azt mégsem mondom le, nem illik. Úgyhogy valahogy levánszorogtam az autóba, aztán kaptam mindenféle gyógyszereket. És az volt, hogy hát például úgy kellett játszanom, hogy ez a mikrofonálvány volt nálam, amit tudok kezelni, hogy úgy állítgattam, hogy mindig bele tudjak kapaszkodni, amikor érzem állva, érzem hátul, hogy összerándul az izomcsomó, és nincs fájdalom csillapító már, ami segíthetne. És olyan irtózatos csend volt, hogy nem tudtam annyira odafigyelni, semmire nem szabad figyelni az előadásban, se a közönségre, semmire, de a fájdalom, amit tompítanom kellett, vagy el kellett viselnem, az kirántott egy kicsit. És láttam egy-két embert, mert körülbelül ilyen volt a világítás a teremben, mint itt, hogy láttam az emberek arcát, amit nem szabad nézni, mert amikor úgy néz ki, mintha szemben mennék valakival, akkor is szembeiben mondanám, akkor is befelé kell figyelni, mert minden, ami más, az kiviszi az energiát az előadásból. És ott megláttam embereket, mert éppen rángattam a mikrofont, hogy azt nem lehet elmondani, mert nem a hobó, a nagy, nem tudom én, blues-énekes, vagy rockstar, vagy az előadó, vagy a József Attila, hanem láttam embereket, akik ebben a fájdalmas pillanatban, anélkül, hogy tudták volna, hogy mi van velem, együtt éreztek. Hát egy hihetetlen dolog volt, mert én ilyeneket nem veszek észre, mert nem szabad, hogy észrevegyem. És ez átlendített ezen az egészen, meg az exhibicionizmus persze, meg az alázat, hogy szolgálok valakit, akit József Attilának hívnak, de az az igazság, hogy hát volt velem valaki, aki, már ez is egy nagy dolog, hogy egy újságíró egyáltalán eljön és megnézi az 1000. előadást. Hogy ma egy újságíró eljön, úgy ír valamiről, hogy megnézi. Az én lemezeimről úgy szoktak írni, hogy egy számot se hallgattak. És eljött, és az elmondta, hogy ő bennült a közönség között, és ma fölhívott telefonon, hogy küldjem át neki a verseket, mert nem tudott jegyzetelni közben, annyira együtt volt az emberekkel, és elmesélte egy-két dolgot, hogy ott hogy ültek, álltak, meg sírtak, meg nem tudom én, a késői sírató alatt. Szóval ezek fantasztikus dolog, hogy a közönség ennyire együtt él ezzel, és hogy ez az egész József Attilai költészet, nem merek mást mondani Petőfinek, vagy mást, akinek a rajongója vagyok, hanem hogy a József Attilai költészet az mennyire benne él az emberekben. 1980-ban vagy 81 volt a Fekete Bárány Fesztivál, ahol 40 000 csavargó gyerek volt ott a Hajógyári szigeten, és amikor a Hobo Bluesman játszott, tönk természetesen akkor, tönkre ment az erősítő berendezés, és síri csendben ott álltunk, nem működtek a mikrofonok, és kínomba, vagy dühömbe, vagy reményembe, már nem tudom megmondani, elkezdtem énekelni a Hely tulipán, tulipán dallamára. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. És a második sor után a 40 000 emberből nem tudom hányan átvették. Akik egyébként a vezető elvtársak szerint bunkorok, kerek, meg csövesek voltak. És ezt nem lehet mondani, hogy nem én miatt, tudták a verset. Hát ez milyen? Milyen tapasztalat? Nem irodalomról van szó, hanem valamiről, ami benne van a magyar emberekben. És ez a színházba, önök azért jöttek el, hogy ezt meghallgassák, ők nem azért jöttek el, hanem azt akarták, hogy a Beatrice-t vagy a Hobo Bluesbandet hallgassák. Eszükben nem jutott, hogy ott József Attila lesz, pedig már akkor a 7. című verset játszottuk, de azt ők nem nagyon tudták. Meg az mindig a végén szokott lenni.
És az emberekben ez egyszerűen csak kijött. Szóval volt ilyen, hogy a... nem tudom, biztosan elnézést, nem vagyok egy hobológus. Nem tudom, tudják-e, van egy ilyen tudomány, hogy hobológia. Ahol én vagyok az állatorvosi ló, tudja. És az van, hogy valamelyik József Attila Esten, amit börtönben játszottam, a tiszta szívvelnél, tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Négyen elkezdtek röhögni. 80-90 rab volt a beszélőteremben. Négy őrzőkutyával meg is egyeztem, hogy kutyáknak még sosem mondtam verset, de nem dobtak ki, mert hát egy nagy művész vagyok, tudja, aki eljön ingyen játszani a börtönbe. És az történt, hogy a tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. És elkezdtek négyen röhögni, és nem tudtam, megállt bennem a lélek, nem tudtam folytatni. Egyrészt már majdnem mondtam azt, amit gondoltam, és nem vagyok olyan nagy. Kettesen volt magatartásból az iskolában, már a harmadikban azt mondták, földes küld be apádat. Ez volt a... És hát az volt, hogy mire magamhoz értem volna, volt egy rab, egy őszhajú ember, mondott ott valamit a tartótisztnek, fölment a színpadra, és elkezdte mondani a 7. című verset. Mondta, hogy ezt az én tiszteletemre tanulta meg. Egy börtönben egy rab. És az első verszakban belesült. Annyira zavarba volt. Látszott, soha életében nem mondott verset. És akkor mellé léptem, mielőtt kinevették volna, mellé léptem, megfogtam a vállát, és soronként váltokozva egy ki, amúgy, végigmondtuk a verset. Hát, szóval hihetetlen. Ugye börtönbe elmegyek, és négyszer-ötször talán játszottam börtönökben, elmegyek, és ott is tudja egy rab, megtanulja a verset. Szóval ez valami olyan dolog, amit a, nem tudom, hogy kiknek kellene vizsgálni, vagy ezzel szembenézni, hogy mondok még egy valami rettereteset, hogy a 1988-ban volt a Budapest Népstadionban, akkor még így hívták, egy emberi jogok koncertje, Human Rights koncert, ahol a Peter Beck, Gabriel, a Sting, a Bruce Springsteen, ők léptek fel, meg a Hobo Blues Band. És ott játszottak a 7. című verset, aminek a verszakai végén, mindig 5 verszak van, mind a végén az van, hogy a 7. te magad légy. És a közönség 84 ezeren voltak. A közönségnek nem tudom én hány százaléka, vagy hány ezer, vagy hány tízezer ember kiáltotta egyszerre, hogy a 7. te magad légy. És ezek nem a Hobo Blues Band közönsége volt, 84 ezer ember, a világsztárok miatt jöttek oda. Hát ez egy hihetetlen, micsoda egy tapasztalat. Most megint nem a dicsőség mondatja, hanem hogy az embereknek, önökben ez mennyire benne van. Még akkor is, hogyha nem mutatják, vagy nem jön elő. De hogy ebbe bele lehet kapaszkodni, és akkor, amikor ebben a bekerítésben vagyunk itt mindannyian most, ami itt van, az előbb elmondtam, mik leselkednek ránk, micsoda egy dolog, ez megtarthat bennünket. Ami egyébként elég szomorú, hogy nem sokra más esélyünk van azon kívül, hogy megmaradni. Amikor én gyerek voltam sokat, azt hittem, hogy milyen lesz a világ, hát nem olyan lett. De az, hogy... hogy megmaradni, az is egy nagyon nagy dolog, és ehhez óriási segítséget ad a költészet. Sajnos a könnyű zene az nem. Élmény hallgatni, az tényleg több estünk legyen együtt, annyira fantasztikus, lelkesítő, és olyan gyönyörűek ezek a történetek. Azt elárulom a kedves közönségünknek, hogy a mai estre mi a kedvenceinket hoztuk. Azokat a szerzőket, akiket nagyon-nagyon szeretünk, és akiket nyilván ismernek Hobo munkásságából, azokat a verseket, hogy megidézett verseket, vagy dalokat hoztuk el. De a következő szerző, akit most, mert hát mégiscsak van egy menetidőnk, és annyi mindennel készültünk, és azon gondolkozom, hogy hogy vezessen föl. Csomó mindent kiírtam a következő szerzőnkhöz. Azt mondja róla például Móricz, ahol ő jelen volt, ott más nem volt. Ahol ő beszélt, ott más nem beszélt, ahol ő prezideált, ott az asztal soha csoportokra szét nem hullott. És azt mondja róla Schöflin, hát itt most már nyilván kimondom a nevét, hogy ki lesz a következő szerzőnk, persze a fotóval egyszerűbb lenne bemutatni, de hát most akkor mi ezt így most felvezetjük. Azt mondja Schöflin,
Soha magyar költőről nem írtak és nem beszéltek annyit, mint róla, mint Ady Endréről. Különösen mióta meghalt. Legendák, Söplin, legendák egész köre gyülekezett a költő feje köré, és lehet, hogy már-már eltakarja előttünk a költőt. Őt, aki a művészeti forradalom elindítója és vezéralakja. Most ezek nyilván ilyen szubjektív szavak, és tudjuk az életét, és nyilván kötelező olvasmány, tanuljuk Ady Endrét. Talán nála érzem leginkább azt, és nem tudom, hogy most ugye mindjárt jönnek szövegek tőle, de hogy nem tudom ezzel mennyire ért egyet, hogy Ady Endrét nagyon sokszor idézzük, leginkább szerelves verseknél. Tudjuk a Lédát, tudjuk a Csinszkát, tudjuk, de hogy neki nem csak a publicisztikai munkássága, de hát ő úgy beszélt a hazájáról, olyan indulatos volt, nem csak egy művészeti forradalmát, hát ő egy forradalmár volt. Na innen, folytassa. Igaz? Ezek itt Honok fórumát földulták. Hullacsarnok ez, hol se meghalni, se föltámadni nem tudnak a hullák. Vezérik is csupán rosszul szavalni tudott a híres magyar becsületről, s hagyta hazáját förtelmeket falni. Akkoriban a jó magyar szemekből riadottan némult ki az igazság, hisz lopták a csillagot az egekről. Honnak atyái Honok veszni hagyták, s itt maradnak, míg felejtik emlékük, unokáik, a koldus Isten adták. Vagy van még egy, amit így kigyűjtöttem az Ady Estemből. Jobb az undor, mint a harag. Bejó volna felszabadítom egy nagy elforduló undorral, harag hörgette magamat. Én halni térő aglegény, napjaimat már csak kihúzom, s gyermekeket nem fogok hagyni romlás és pusztulás helyén. A gőgös tőzsülő hadak ülnek nyakára romló népnek, így van az rendjé bizonyára, s csak aki méltó, az szabad. Egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot, s népeket veszélytő titkos törvényes nagy tragédiát. Muszáj Herkules. Töltömre tök magjankók lesnek, úgy szeretnék gyáván kihújni, s meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hívfejűek a törpék, hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgyse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibognak, üznek, s nekihajtanak önvesztükre. Mindig új hitnek, dalnak, tűznek, s meg kell maradnom Herkulesnek. Zsibognak, űznek, s nekihajtanak önvesztükre. Mindig új hitnek, dalnak, tűznek, meg kell maradnom Herkulesnek. Szeretném már magam utálni, ne Istenem, ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetten fújdosni, szökni, sírni, fájni. De hogy ez a csürhe ne vessen, törp a Jankó.
szegény musza Herkules álom, győzöm a harcot húsharaggal, s késik az álmom, s a halálom. Sok senki gnóm, nyavajás talmi, jó lesz egy kis hódolás és csönd, így nem fogom sose meghalni, így nem fogom sose meghalni. Sose meghalni. Jó, jó, köszönöm, tudom, kicsit vad, de hát a költő se volt pihekönnyű. És vele is volt egy ilyen nagyon, én közben itt fel, ezt nem nézte, de csak úgy ez, hogy készültem, tehát mi közben fotókat nézünk az adott szerzőkre. Nem forgok hátra, mert úgy maradok, és akkor... Vele is volt egy ilyen nagyon katartikus első találkozás? Vagy amiket én itt idéztem, az magának is megvan? Tehát, hát hogy bátorság olvasni Ady Endrét, tehát ő nem csak a szerelmes szerző. Hát nézze, én nem tudom. Én nem, bocsánatot kérek, tudom, önöknek köszönhetek mindent. Évtizedeken át eltartottak. Abból élek, hogy maguk eljönnek, vagy megveszik a lemezeimet. Ezért nem kellett beállnom sehova. De nem tudok mindent megmagyarázni. Tehát az, hogy én ebbe hogy keveredtem bele, mondjuk a Muszáj Herkulesért már rugdaltak a nem tudom, művész barátaim, az Asher, vagy a Vidnyánszky, vagy a, még az Őrsi Pista is annak idején, hogy a Muszáj Herkulest mondjam el én, mert az mennyire illene. Hát pont ilyesmit nem szabad csinálni. Én inkább elénekelem a, mondjuk a... De mások vittek rossz utakra engem. Ugye, mert úgy gondolom, hogy a humor az fontos, de hát végül is belekeveredtem a dologba, és nekiálltam elolvasni, bár én jártam magyar szakra egyetemen 2 évig, amíg ki nem rúgtak, de nekiálltam, elolvastam egy csomó minden. És van egy Poéta és Publikum című publicisztikája, amit én az Ady estek elején elmondok, és a közönség azt hiszi, hogy én írtam. Na, szóval... És abban vannak ilyen szövegek, hogy bánom is én, hogy értik a verseimet, vagy sem, úgyis rettegek, hogy túlságosan ezt sokan értik. De a nagy dolog az, hogy vagy én voltam a nyugtalanság hozója, vagy ami tudományosabb, én általam hörgött föl manapság a magyar társadalomban a kínzó nyugtalanság. Na most a közönség azt hiszi, hogy ezt én írtam, nem én írtam, és én nem hoztam valami nyugtalanságot soha, hanem hát, hogy egy ember, szóval, hogy ezek a, van például ilyen, hogy a, azt mondja, hogy Budapest, melyet ki akartam kerülni, és amiben csak félig érkeztem meg. Ez a Budapest, mely Magyarország, mert ez az egyetlen építmény, amiből lehet valami, és amiből lehet, és amire lehet emeleteket rakni, végső földülésemben megtámasztott. Már akkor mondta, hogy ez egy vízfejű ország. És önök most ugyan budapestiként ülnek itt, de amikor én születtem, akkor Újpest még külön volt, nem volt Budapest része. Úgyhogy az idők változnak, de a lélek az nem változik, a magyar lélek. Szóval az, hogy ez ennyire domináljon egyetlen egy város, egy egész országot, erre azért a térképen se nagyon van példa. És ő ezt pontosan látta. Tehát, hogy... És közben neki nem is volt ez, az az érdekesebb, hogy látta. Nem is akarok én sok emléket mondani, mert nem rólam szól az este, de most említettük itt a takarásba, beszélgettünk szerzőkről, meg estekről. És meséltem egy Verlaine fordítás kapcsán Téren Jánost. Igen. És Téren János az utolsó fellépésem, az a ugye nyáron halt meg, és az előtte levő karácsonykor volt a Várkertben, amikor is felhívott novemberbe, előtte egy hónappal, hogy Anna, nem csinálunk egy Ady karácsonyi estet?
hogy nagyon sokat foglalkozik Ady Endrének a karácsonyi szövegeivel, hogy van itt ez az ember, aki soha nem tud megérkezni, igazából Budapestre, szállodákba lakik. Nyilván Nagyváradon, hát Érd, mint Szenten, ugye minden karácsony, amikor hazamegy édesanyjához, Párizsban, most mondok egy olyan várost, amit sokan hozzákötnek, otthon van, és Budapesten pedig nem érzi olyan jól magát. És elkezdtünk, nyilván eljött az ünnep, és ez tényleg karácsony előtt volt egy pár nappal ez az irodalmi est, ahol Jánossal ezekről a versekről beszélgettünk, meg a publicisztikájáról, hogy mi volt ez a teremtő indulat, valami ilyesmit mondott János, ami Ady Endrében máig itt van velünk, és tudjuk idézni. De csak ezt akartam, hogy annyiszor szóba jön, és hogy nem tudom, hogy mikor vagy hova tudott ez az ember megérkezni, úgy igazán haza, de tele volt ilyen teremtő indulattal. Eszembe jutott a publicisztikából egy rövid rész. És ma, amikor összeállanak bigott mágnás nőstények, beérkezett nagy írók, rabszolgatartók és diakónusok, zsidók és keresztények, már azért is érdemes fölolvasó estét tartani, hogy egy ember, ha halka, rossz is, de mondja meg. Hó! Ady Endre. Van még egy dalom. Ez, ami hát nem tudom én méltatni, mert én nem beszélek róla, hanem csinálom. Ez őről a beszélő legalább olyan nehéz, rettertes fölkészültség és érdeklődés és összehasonlítási képesség és elemző képességgel, ami nekem nincs. Akkor egy számomra megrázó erejű dolgot elénekelek. Egy megrázó erejű verset, remélem nem veszel sokat belőle az ének. Én kétkedő magyar lelkem. Seregem és én népem, szeretlek én mindenképpen, hogyha szaladsz ízen s ízten, megrajonglak buta tűzben. Fájsz, hogy így vagy, fájsz, hogy látlak a sors bús uszítottjának. Fáj, hogy az én éles torkom, ma a hurokkal bénán hordom, s disznók állnak most elében, röfögően és negéden, s ordító és intő vágyam, belepusztul a muszájban. Sereget szedni, sok-sok mindent visszavenni, s bár csalódna holtát lelten, én kétkedő magyar lelkem. Kétkedő magyar lelkem. Nem kell annyit ugrálni, ugrálok sokat. Igen, ezt...
koreográfiát picit átalakítjuk. Na de, azon gondolkozom, hogy ha belegondolok a következő szerzőnkbe, volt vele, itt van még a mi Adi Bandink, hogy sokan hívták. Most itt van Pilinszky, ugye Adi Endre meghal 1919-ben, Pilinszky 21-ben születik. Tavaly egy egész éven át őt ünnepeltük nagyon-nagyon sok rendezvényen. Nekünk korábban volt már a New York kávéházban, de már nem tudom mikor egy ilyen Pilinszky estünk, ahol ott volt, úgy emlékszem, jó pár évvel ezelőtt. És annyi gondolatot vittünk haza Pilinszky Jánostól tavaly. Annyira sok esten beszélgettünk róla, megidéztük a verseit, miközben nem arról a szerzőről van szó, aki olyan, mint az én édesapám, hogy egy vers 25 ezer sor, hanem arról van szó, hogy van egy-két vékonyka verses kötet, van egy ember, aki megszületik 21-ben, látja a háborút, egész életében utána ezt írja, de most elég csak az apokrifra gondolnunk. Egy ember lépked hangtalan, szemközt a pusztulással. És van egy ember, aki azt mondja, hogy amiként kezdtem, végig az maradtam, ahogyan kezdtem, mindvégig, vagy végig azt csinálom. Mint a fegyenc. Mint a fegyenc, aki visszatérve falujából, továbbra is némán ül asztalánál egy pohár bor előtt, vagy így van valahogy körülbelül. Szóval itt ez a Pilinszky, akiről én leginkább így egy év távlatából, én nem tudom, hogy maguk hogy vannak, valóban nem is látunk, vagy nem látok arcukat, de hogy ki hogy van vele, de nekem egy varázsló. Azokkal a verseivel, ugye nagyon sokszor azt mondják róla, de nem kell most elemeznünk, csak úgy mondom, az érzéseire vagyok kíváncsi, hogy magának hol van Pilinszky, mert nekem a négy soros. Tehát, hogy lehet, hogy versé válik valami, amikor valaki azt mondja, hogy égbe hagytad a folyosón a villant. És mi van a következő sortól? Hát, de hogy elképesztő varázsló volt Pilinszky János, aki magának is fontos. Nem csak az est miatt, hanem... Igen. A tanácsköztársaság bukása idején csináltam egy lemezt, az a címe, hogy Vadászat valamikor régen, és azon van egy szabad vers, az a címe, hogy Orgia. Nem is szabad vers, nincs csak szabad szöveg. Ugye elég alcátlan pimaságok vannak benne, nem idézném, inkább hát 8 éves gyerekek is vannak itt. Mielőtt a hófehérke magával játszik, és az arcátlan Andersen, stb. Na jó, az van, hogy elment a dolog egy ideig, a szövegek mentek, van egy ilyen, végigmondtam az összes kínrimet, én sokat köszönhetek Klapancia istennőjének, tehát, hogy alpinista, organista, masinista, statiszta, futballista, nem tudom, mindent elmondtam, ami akkor ott eszembe jutott a stúdióba. Egyet felejtettem, szóval így ment a dolog, hogy organista, alpinista, kárvista, mártapista, de aztán a mártapistát lehagytam. Kiszaladt, tehát exhibíciósnál így van, nem mindenki tudatosan építkező szerkesztő. És amikor ez az őrületes, van egy ilyen szöveg, hogy a padláson véget ért az öngyilkosok bája, mindenki a parlamentbe igyekszik, ahol a paraziták parádéján a patkány a prímás. És ez volt akkor annak idején, és akkor ezt már nem lehetett fokozni. Jöttek utána ezek a kommunista, alpinista, organista, soviniszta. Még ilyen is volt, véletlen aztán ezt le kellett venni, mert ez is volt, hogy faszista, de aztán kijavítottuk fasisztára, és így nem kerültem szégyenbe a dologgal, viszont de minden esetre az van, hogy és akkor itt lekattant ez a, és a Póka Egon, Isten nyugosztalja, társam nemrég halt meg, írt egy gyönyörű dallamot hozzá Pilinszky János négy sorosához, alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek, égve hagytad a folyosón a villanyt, ma untják véremet. Úgy gondolom, hogy ez a Pilinszky négy soros, ha lehet ilyet mondani, értelmiségiek szoktak, én csak a lányom szerint csak paradox értelmiségi vagyok, amit nem tudom, hogy mit jelent. De minden esetre úgy gondolom, hogy ez a négy soros volt az aranymetszés pontjában az albumnak. Anélkül, hogy ez végig lett volna gondolva. Nem, az egész vadászatról szól, mindegy, aki ismeri, ismeri. Most is folyik éppen egy vadászat a szomszédban, de még amióta mi élünk, mindig volt valamilyen vadászat, meg lesz is, amíg van ember, addig fognak vadászni. Ha másra nem, ha az állatok kipusztultak, akkor egymásra. Na most ez a dolog, ez valami
olyan helyzetbe került, hogy akaratlanul mondom, tehát ez oda került véletlenül. Persze vannak esztéták és mindenféle értők, akik mondják, hogy véletlenül soha nem kerül oda semmi, de ezt én nem tagadom, mert én nem gondoltam, hogy ebből ez lesz. És az lett, hogy játszottuk a Budapest Arénában, mit tudom én, 14 ezer embernek, és amikor ezt énekeltem, ott beleállt mindenki a földbe, mert hát előtte egy gyalázatos ripacséria folyt. Hogy annyit jelentett. Tehát ráadásul négy sor. Nem az van, hogy egy jó dögös blues, vagy rock'n'roll, ezek ott hemzsegtek egymás, valami 30 szám, vagy 25, vagy nem tudom mennyi. És ez a négy sor, és ott megállt és akkor megint nem a Pilinszkiről van szó, hanem arról, amit ez a dolog jelentett, vagy képviselt. Abban az atmoszférában, 1984 karácsonyán volt ez a Budapest Arénában. Nem tudom elmagyarázni. Na, sokáig vártam, amíg nem is gondoltam. Na, mindig olvastam őt. Volt valaki, egy Vasadi, őt ismerte? Vasadi Péter az azt mondta, hogy bemutat engem a Pilinszky mesternek, de sajnos akkor halt meg. Annyira szerettem volna. És hallgattuk a felvételeket, amit ő a saját verseit mondja. Egy éteri tisztaságú tenor hangon. Ez volt mondjuk a 80-as években már elég szépen, de még lehet, hogy már a 70-es évek végén is hallgattuk őt. Tehát őrületes volt ilyeneket. Most akkor mondok egy-kettőt. Jó, ezeket már nem tudom kívülről, mert rég legalább 3 éve nem játszottam. Engem bezeg a Pilinszky évben senki nem hívott meg. Most nem, addig nem kezdi el. Tiltakozom. Ja, igen, tiltakozom. Tudom. Igen, tudom. Többször hívtam, és lemondta a fellépést. Nem vettem a szívemre, mert akkor lett beteg, és utána vigasztaltam, és utána már sok mindenről beszéltünk, de ezt most vonja vissza. Visszavarom. Legyenek tekintettel hajlott koromra. Na most akkor elmondom a nem unják még? Elmondom, hogy keveredtem ebbe a dologba bele, mert eszem ágában nem volt, hogy én ezzel a hanggal, ugye a Pilinszky versmondása után belekeveredjek egy ilyesmibe. Van egy albumom, ami színházi előadás is volt, Circus Hungaricus az a címe, ez hát 2008-9, igen? 2009, köszönöm szépen, akkor született, és ezen van egy dal, az a címe, a Kisember, ami az egyik torokszorító szám. Ezt akárhányszor énekelem, vagy szoktam énekelni, elrontom, mert nem tudom folytatni olyan torokszorító az én számomra, aki például József Attilától, vagy itt ebben az esetben majd, amire rátérünk, tanultam a szegény emberek kiszolgáltatottságát. És akkor van egy ilyen utolsó verszakot, mondom, hogy kisember elült a taps, cirkuszban van a kisember. Nem, elmondom végig, hogy értsük. Kisember ül a hátsó sorban, kisember ma bízik a sorsban. Kisember nincs gazdag rokona, kisember a jegyszedő sógora. Kisember, 2 órát légy boldog, kisember. Jöhetnek szép dolgok. Kisember, beint a karmester, kisember, a dalárda énekel. Kisember, figyelj, nevetni kell, kisember. Fú, elfelejtettem, mi van itt? Nem hallom sajnos. Jó, hangosabban. Nem, az a végén van. Jó, utolsó verszak. Kisember, elült a taps, menned kell, kisember, kint vár a november. Kisember köszön, és úgy megy el. Kisember, de senki sem figyel. Kisember, csak a bohóc felel. Kisember, hallod? Szerencse fel. És elszégyeltem magam, hogy én önöknek, vagy annak, akik meghallgatnak, ezen kívül nem tudok mást mondani ebben a világban, ez 2000, mondjuk 90 volt, nem tudok mást mondani, hogy szerencse fel. Hát ez nem valami biztató, vagy igen, biztató, ez a jó kifejezés, és akkor elszégyeltem magam. Nagypofájú rock'n'roll énekeseknél néha ilyen is van, hogy elszégyelik magukat.
És akkor én megint nézegettem a Pilinszky köteteket, van vagy 4-5 ilyen, mindegyik ilyen visszak, és szereztem egy összeset is, meg a levelezést is. És begyűjtöttem, és láttam egy ilyet, hogy ezt a verset, hogy látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen, nem mondom tovább, látja Isten, hogy állok a napon. Az emberi felelősség kérdése. És ez annyira még jobban összeszorítottam magam, és nem tudom jól elmondani, mert már borzasztó keserű vagy fájdalmas visszagondolni rá, de ezt egy intésnek vettem, hogy vigyázzak magamra, mit mondok. Hogy látja Isten, hogy állok a napon. Az én felelősségemet, nem a másét, vagy hogy én tömegeknek játszom, nem. Az emberi felelősségemet, amihez hozzájön az énekesnek, vagy az előadónak a felelőssége. Ehhez kapcsolódik. Két szonett. Első. Csak fussatok hát, mint veszettebbek. Vonítsatok a gyilkos éjszaka, körülkerít a farkasok hada, hogy fölkoncolja a hitvány testetek. Hát sírjatok csak síros könnyeket, a végítélet nektek, harson a örök pokorra ébresztő szava, az ördög fújja a lelketek fölött. Hogy tudjátok meg, mit tesz egyre égni, s eltaszítva tudni, el nem éri a bűvös szférát az, ki kárhozott. És most jön, és bár lehettél volna, mint az angyal, időtlen malmot nyomni lesz sorod, mert földre buktál, zúzott, sáros arccal. Köszönöm szépen! Mindenki táplálékaként, ahogy már írva van, adom, mint élő eredelt a világnak magam. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes, lehet a legjobb szeretőd, végül is összevérez. Csak hányodom hát ágyamon, és belérezketek, hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet. Miféle vájú ez az ágy? Ugyan, miféle vájú? S ami odalök, micsoda vágy? Tündöklő tisztaságú. Szünetlen érkező szívem, hogy falja fel a horda? Eleven táplálék vagyok, dadogva és dobogva. Eleven étketek vagyok, szünetlen és egészen. Emészétek fel lényegem, hogy éjségtek megértsem. Mert aki végképp senki, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű szerelem, ő meg. Ne hagyj magamra. Látja Isten, hogy állok a napon. Állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovát karajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkora már a teredmények arca. Az arcokon a ráncok, s
Csorog alá, csorog az üres árok. Csorog, csorog, csorog az üres árok. Köszönöm szépen. Pilinszky János. Ugye, mivel mindenkiről külön tudnánk, hát tud is egy estet tartani, de tudnánk nagyon sokat beszélni, viszont van még egy szerző, akit bekészítettünk, akit én nagyon-nagyon szerettem, meg is mutatom a képét, Faludi Gyuri bácsi. És csak így tudom mondani, hogy Faludi Gyuri bácsi, és amikor így visszaemlékszem a magával készült interjúkra, én úgy emlékszem, hogy ő is ott volt az első közt fiatalságában, aki valahogy az irodalom felé fordította, a versek felé, egy fordítással, igaz? Igen, az igaz, akkor azt hittük, hogy fordítás, igen. Egy hetedikes koromban egy Verbőci Nándor nevű osztálytársamtól kaptam meg stencilezett papíron. Tudja valaki, mi volt a stencilezett papír? Faludi Gyurka bácsinak a verseit, amiket akkor ugye nem lehetett kiadni, be volt tiltva. És a Haláltánc ballada című vers került a kezembe, ami hát szintén egy megrázó erői dolog volt. Elmondhatom ezt? Ott ült a császár. Dúsvajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolgarépek térden állva imádták, barna köldökén a göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt a holdkorong, de a bohóz sír tróni alján. Mit sírsz, rivalt rá? Bolond, nincs szívvit kardom át ne járna, enyém a föld, s hogy este lett, egy csontvász tántorgott eléje, és elfújta, mint a porszemet. Kényúrkért éltünk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. A kútkávárán állt a gyermek, szakadt gyolcsony gecskében, sröttopámban, s nézte len a vízben képét, mely játszni hívta őt. Ha jössz a holdleánytól este, a cukrot süvegszám kapott, s minden pirosló reggelente, békákon ugrálunk bakot. Jövök már, szólt, s a kútvíz nyálas siklót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyához a vörös topánt. Balgán játszottunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Most előre ugrok arra a verszakra, ami fölrobbantott, vagy letaglózott. Itt is a szegény emberekről van szó. A vén paraszt már tudta, s várta, alkonytát kín az udvaron. Görnyedt testünknek nincsen ára, s úgy halunk meg, mint a barom. Kaszás testvér, sovány a földünk, könyörgöm, egyet tégy nekem, ha elviszel trágyának szórcét testemet kinn a réteken. Ő rábólintott, s vitte lassan, s úgy szórta, szórta, szórta szét, mint magvető keze a búzát, mint pipacsot az őszi szél. A földbe térünk mindahányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Itt most volt arról szó, hogy kivel, Pilinszkyvel majdnem lett találkozás. Gyuri bácsival? Hát az Faludi Gyuri bácsi Ginsberg mellett, Ellen Ginsberg mellett ő volt az egyik ilyen óriás költő, akivel személyes kapcsolatom is volt. Sőt, hát ez büszkén is boldogan mondom, hogy egy egész különleges kapcsolatba kerültem vele, még amikor Torontóban élt. 1988-ban voltam először Amerikában, kértem kanadai útlevelet is, és Chicagóból egy barát, Mózsi Ferenc nevű költő barátom, szintén elhúnyt már, ő nála laktam, és ő ismerte
személyesen Gyurka bácsit. Ő kérte, a Faludi György kérte, hogy Gyurka bácsinak hívjuk. Ha másnak mondtuk, már kaptunk hideget-meleget. És az volt, hogy fölhívta a telefonon, a Mózsi Ferenc kiadott egy irodalmi lapot, az volt a neve, hogy Szivárvány, amiben emigráns magyar költők verseit közölte, és a Gyurka bácsi itt sokat publikált. Ezt nyilván te tudod, és akkor az volt, hogy fölhívtuk onnan, illetve hát a Mózsi Feri fölhívta Gyurka bácsit Torontóba, hogy itt van a hobó, és hogy nem tudom, miket mesélt rólam a mesternek, hogy akkor meglátogatnánk. És elindultunk az Egyesült Államokból, Chicagóból, Torontóba autóval, ami nincs nagyon messze. És nem engedtek be a Kanadába engem. Mert valaki Budapestről feljelentett, hogy illegálisan koncertezni akarok Kanadában. Szó se volt semmilyen koncertről. És vissza kellett fordulnunk, visszamentünk Chicagóba, és fölhívtam akkor én a Gyurka bácsit, hogy hát ez nem sikerült. És akkor nem tudom így a dátumokat, de hazajött Magyarországra, és mi már akkor ezt a versét én mindig mondtam a koncerteken egy-egy részt, másrészt pedig a Balada Parlamenthez című számot, vagy verset, és a Balada Senki fiáról, ezt a kettőt játszott a Hobo Blues Band. És eljött magyar, végre hazajött, és akkor elvittük a Tabánba. Ott volt egy koncert, nem tudom melyik évben volt, és hát ott nagyon sokan voltak. És akkor lejátszottuk a számot, és a közönség, különösen a Balada Senki fiárnak az utolsó sorát, itt a 30 ezer emberből 25 ezer kiabált. Ezt a Gyurka bácsi halálra rémült, ott nem látták, hogy ő ott van, mert a takarásban állt. És akkor hát az volt, hogy akkor én iszonyú pofátlan vagyok, de gondolom ezt már tudják, beszólítottam a színpadra, és a közönség az... Hát ez hihetetlen ordítozás volt, szóval, mintha nem tudom, kit láttak volna. A Gyurka bácsi életében meg nem látott ilyet, teljesen elájult, és akkor beszélt az emberekhez. És nagyon jóba lettünk minden, és akkor sokáig. Aztán volt az első Faludi koncert, az a Zeneakadémián volt valamelyik évvel, amikor ő hazajött, rögtön egy-két hónapon utána, és ott játszottuk a Ballada Parlamenthez, meg a Ballada a Senki fiához című verseit, és én leugrottam a színpadról a Zeneakadémián, ahol egyébként nem vettek föl énekszakra, csak úgy mondom, és leugrottam a színpadról, és oda mentem hozzá, és mondtam, Gyurka bácsi, ne engedd, hogy szobrot csináljanak belőle. És egy ilyen kultúrpolitikus ott állt mellette, és ennek meglettek a következményei, mert éveken keresztül a következő eseményekre nem kaptam meghívót, meg nem is tudtam róla, és az a szégyen teljes dolog történt meg, hogy egy pár év szünet volt, legalább 3-4 év szünet, amikor összetalálkoztam vele valahol, amit szintén nem tudok, és ő kért tőlem elnézést, hogy nem találkoztunk eddig, mert azok, akik addig felhasználták volna őt, vagy föl is akarták használni, mint ugye szimbólumot az ő költészetét és az ő szemét, azok utána már nem foglalkoztak vele. És ő rájött erre magától, hogy hát hol van a hobó, és akkor rájött, hogy hát mi van, és ő kért tőlem elnézést, hogy nem találkoztunk. Iszonyan összejöttünk, és akkor ő mondta, hogy azt szeretné, hogy az ő verseiből itt csináljak egy előadóestet, meg egy lemezt. És akkor én az Új Színház tagja voltam, ahol Márta István volt az igazgató, és akkor már ott dolgozott a Vigyánszky Attila is, és megrendezte a Vigyánszky Attila a Balada Senki fiáról című estet, amiben még egy élő zenekar is játszott a 150 fős ilyen stúdió színházban. És hát jött a premier, és hát stúdió színházban, tehát a színpad és az első sor között nincsen szintkülönbség, tehát önök is ilyen magasan ülnének, hogy én lennék lejjebb. Ott ült a Gyurka bácsi a Faludi Fannival az első sorban, és csak tornából fölmentett értelmiségiek voltak a közönségben. Őrületes művészvilág, azt hittem beszarok, hát ez volt hihetetlen, mi volt. És az volt, hogy a Vidnyánszky nagyon jó kitalálta, volt egy sorompó, ami
a mennyország és a pokol, és a Magyarország és a világ, és a szerelem és a halál, ez a mindenki közötti elválasztó sorompó volt. És a zenekar benült a színpadon, én meg egy baromi nagy fabőröndel bementem, amire ilyen matricák voltak ragasztva, tudod, hogy milyen városokban járt a Gyurka bácsi. És az volt, hogy nem fogják elinni, öltönyben voltam, szóval. És bementem ezzel a kurva nagy bőröndel, leraktam középen, a Gyurka bácsi, ami középen ült az első sorba. Leraktam a bőröndöt, ráültem a bőröndet, fa bőrönd volt, jól bírt engem, levettem a bakancsot, ami rajtam volt, és a zoknit. Levettem a zoknit, hátra dobtam, ami pont a zongorista fejére, vagy a dobos fejére esett. És mind a két zoknit levettem, az értelmiségekbe beleállt a görcs, hogy ez mit csinál ez a vadállat, mármint én. És belenéztem a Gyurka bácsi szemébe, ketten voltunk a teremből, hogy mi, akik tudtuk, hogy miről van szó. Ő ugyanis soha nem hordott zoknit. De azt a tekintetet, ami azt, ahogy ő rám nézett, azt nem lehet elfelejteni. Hihetetlen. Ahogy az ember nézett rám, szóval azon kívül, hogy Isten nyugosztalja, még 95 éves korában is megérte a pénzét. Én nekem az volt a szerencsém, hogy mi gyerekkoromban, ugye, hogy ezeket a faludi víjon árkölt és csavargó balladák voltak, tehát én, aki később ugye az úgynevezett, vagy konkrétan a hobó lettem, vagy először csak hobó voltam, a nagyház később került oda, hogy én úgy közelítettem meg őt, mint csavargót. És azokat, főleg azokat faltam na persze a Kövér Margó balladája, meg ilyenek, azok is mentek. De hát ez nem én voltam ilyen, ne gúnyolódjanak. A Gyurka bácsi írta, én csak elolvastam. Én nem mertem volna ilyet írni. Jó, nem kell engem irodalmi estekre írni. Most eszembe jutott, hát először is a programunk vége felé vagyunk. Egyébként itt a valós vagy nem valós találkozásokról eszembe jutott, amikor apukám egyszer, ugye Ginsberg, akit említett, üvöltés. Nem fogok belekezdeni, ne izguljon csak, hogy 80-ban. De nem tudja, hogy mit akarok. Na, majd én, hogy mondjam már, 5 percet megszólalok a mai este. Nem, viccelek. Hogy szóval az üvöltés antológia, 67, szóval, hogy az egész beat generáció nekik mennyit adott, és hogy mintha 80-ban lett volna egyszer, biztos többször volt itt a Ginsberg, maga tudja, mert jóban voltak, de 80-ban itt volt, és 4-szer hívta az Astoria Hotelból az édesapámat, aki, mivel mi a nővéremmel ugye kiscsecsemők voltunk, nem tudott elmenni. Ilyen is történik, hogy valaki 4-szer hív Ellen Ginsberg telefonon az Astoria Hotelból, ő pedig nem ment oda. Ezt nagyon sokszor említette nekem, hogy ez egy élet egyik elszalasztott lehetősége, mert annyit nyilván Gregory Corso, Ellen Ginsberg, az üvöltés, tehát annyit adott az ő generációjának is ez a hang, és az egész beat generáció. Jó, akkor csak finoman édesapámmal, mit szeretne mondani? A következő. Ugye hát ez úgy nézett ki, hogy volt egy, úgy hívtuk, nem irodalmárok, hanem csavargók, hogy a négy nagy, vagy a nagy négyes, ez a jó, nagy négyes. Ez a következő képen nézett ki, Pilinszky, Nagy László, Juhász Ferenc, és itt megállok. Egyszer találkoztam vele, a Vinyánszkival dolgozott együtt a Szarvasa változott fiún, a színház és a film változatban, és hát bemutatkoztam neki, és a következőt mondta, ismerlek, nagy lókötő vagy. Nagyon bírta magát egyébként. Én nem tudom, hát én azt hittem, tudják, van ilyen, hogy az ember ott abban a pillanatban tudja, hogy egész életében ez fogja mesélni. De ott végem volt, kész. Van egy jó hírem, erről fotó is van, azt tudja? Nem. Aha, majd átküldöm, rendben. Nagyon. Ezek, ők voltak, ők jelentették a költészet. Voltak ilyenek, mint a Vasadi még, aki hozzá. Ki volt a negyedik? Csak hármat mondtam. Ki lehetett? Vörös Sándor. Jaj, bocsánat, elnézést. Legyenek tekintettel hajlott koromra, szóval. Az volt, hogy hát dehogy a Gyurka bácsi, hát már össze vagyok zavarodva, annyit hülyéskedek itt. Az van, hogy akkor voltak ilyen ikonok, ők négyen.
és akkor még volt egy ilyen folytonosság, hogy menjünk hátra, mondjuk Petőfi, Arany János, ugrunk nagyokat, Ardi, Kosztolányi, József Attila, és akkor jöttek ők. Tehát volt egy ilyen folytonosság, nem tudom, hogy most van-e, mert nem nagyon figyelem már, de nyilván lenne, akkor eljutna hozzám. Bár ilyenek, mint a Borbészira, vagy a Térei, nagyon komolyak voltak. Nem tudom, mennyire ismeri őket a közönség, miközben mi a Nagy Lászlót kiviszi át a szerelmet, ugye a Szarvassá változott, Pilinszky, ezeket mi fújtuk, Vörös Sándor, Kotta kudora, panyigajű, ez például ezt a Vörös Sanyi bácsi írta, Isten nyugosztalja, megérte a pénzét. Nagyon, viccet tudtak csinálni, tehát nem ez a merev görcs. Most itt már nincs lehetőség, de hát én olyan csokonai verseket tudok fejből, hogy maguk kiszaladnak a teremből. Én. Ez nem sokára elkövetkezik, a csokonai nélkül is. De... de hogy talán a mai este arra volt jó, ez a másfél óra, hogy mindjárt lezárjuk. Amíg én beszélek, addig eldöntheti, hogy mivel fogjuk lezárni, vagy mikkel fogjuk lezárni az estét. De hogy annyi találkozásunk volt. Tehát, hogy lehet, hogy nem ült itt fizikálisan most mellettünk József Attila, vagy Pilinszky János, vagy Ady Endre, de én mégis úgy érzem, hogy itt vannak velünk, és hogy versekről beszélgetünk, és hogy verseket hallgatunk. Úgyhogy lehet, hogy csak pár nap múlva lesz a költészet napja, de mi azért egy csodálatos esttel indítottuk. Én nagyon jól érzem magam, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Kitaláltam valamit az annak kedvéért, hogy nem tudtam, hogy hova jutunk, mert készítettünk egy elég komoly vázlatot, és én előre sejtettem, hogy a beszélgetés is maga olyan történeteket, meg anekdotákat hoz elő belőlem, hogy nem fogjuk tudni az egészet végigcsinálni, mert, de ezek már külföldi költők, idegen költők, úgyhogy hogy a magyar költészet viszonyát a világirodalomhoz bebizonyítsam önöknek, vagy legalábbis reprezentáljam. Elmondok négy verset, ami François Villon vers, és ezeket négy különböző költő fordította. Az első. Négy soros versezet a szegény Villon bitófájára. Mésző Dezső fordítása. Francnak születtem, megbántam nagyon, Párizs szült, ahol pontoáz vagyon, egy jó öles kötél nyakamon, immáron seggem súlyát latolom. Második. Villon négy sorocskája. József Attila fordítása. Francia vagyok, mérgelődhetem, pontoázi Párizs volt szülőhelyem, most hát egy kenderkötértől fejem, megtudja majd, mit nyom fenekem. Harmadik ugyanerre. Négy sor. Ilyes Gyula fordítása. Francia vagyok, csak ez kellett, Párizs szült pontoáz mellett, rőt, kötél súgja majd fejemnek, hogy mi súlya fenekemnek. És végül is jön Gyurka bácsi, négy soros vers, melyet Villon a halálítélete szélére írt. Francia vagyok Párizs városából, mely lábam alatt a piszkos mélybe vész, s most mester hosszallogok egy nyárfaágról, s nyakamon érzem, hogy seggem mély nehéz. Köszönjük szépen, Juhász Anna. És Hobo. Elkövette azt a bátorságot, hogy ide hívott engem. Mielőtt belevágnék a záró versbe, elmesélem önöknek a harmadik általánosban, miért kaptam az első igazgatói intőt. A Városmajor utcai iskola udvarán. Megalapítottam a szavaló kurust, és heten nagyok elől, kicsik hátul felállásban skandáltuk a mi a szaracénok serege vagyunk kezdetű verse. Részletekben nem megyek, mert kikapok az Annától. Behívatták anyukámat, és azt mondták neki, hogy földes anyuka, a maga fia a szocialista pedagógia csődje. Ez volt 1953-ban.
Köszönjük a figyelmet, és akkor hát menjünk oda, ahol én ezt elkezdtem. József Attila verse következik. Világon hajszt anyád, hétszer szüljön meg az anyád. Egyszer szüljön égő házban, egyszer reges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznó közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, kettes alá. Ellenség, ha előtt beáll, hét legyen, kit elő talál. Egy kezdi szabad napját, egy ki végzi szolgálatját, egy ki népet ingyen oktat, egy ki dúzi vízbe dobtak. Egy ki magva erdőségnek, egy ki dősebb bőgve védett. Csellel, gáncsol, mind nem elég. A hetedik, háromnegyed. Szerető után, ha járnál, hét legyen, ki lánőtár jár. Egy ki szívet ad szaváért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengőt adja, egy ki a szoknyát kutatja. Egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendőcskére tapos. Dobják körül, mit húst a légy. A hetedik, négy ötöd, jól van. Ha költenés van rá költség, azt a verset hetek költség. Egy ki márványból rak falut, egy ki mikor szülték alud, egy ki eget mér és bólint, egy kit a szó nevén szólít, egy ki lelkét üti nyélbe, egy ki patkány boncol élve. Kettő vitéd és tudós, négy. A hetedik. Jól van. S ha mindez volt, ahogy írva, hét emberként szája sírva. Egy ki teljes kebel ringat, egy ki kemény mell után kap, egy ki élvez üres edény, egy ki győzni segít szegény, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt végy. A hetedik. Köszönjük szépen, Isten áldja magukat. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én maradtam, csak magát járatom, milyen csúnya vagyok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Vegyük komolyan. Ég a mész, ég a mész. Barna kislány, hová mész? Égetem a meszetet. Csókolom a kezedet. Édeslányom, Alga Helga, nem vagy te egy balga belga. Ég a mész, ég a mész. Barna kislány, esmételten, hová mész? Megnézem a mész, ége, ége, vége. Nagyon szépen köszönjük. Még egy utolsó séta, ha ennyire szeretik magát. Köszönjük, hogy a költészet napját velünk ünnepelték. Köszönjük szépen, hogy itt vannak velünk az App Pódium című rendezvénysorozat első estjén, amit a költészetnek szenteltünk Hobóval. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. El kell, hogy mondjam önöknek, nem szoktam beszélgetős előadásokat vállalni. Én egyáltalán nem bántam meg. Nem csak azért jöttem el, mert Újpest, hanem azért is, mert az Anna hívott, és vele már voltam Piniszkit kapcsán is, meg máskor is. És hát tulajdonképpen én mindenkiben csalódtam. Nem sajnált senki, de nem az az igazság, hogy egy verset még elmondanék. De az igazság az, hogy ez úgy kezdődik, hogy mi a szaracénok serege vagyunk, és ezt nem merem. Úgyhogy menjenek boldogan haza, amennyiben azok. Ne, én nem bírom komolyan venni magam. Ő ezt pedig tudta, és ennek ellenére ide hívott engem, amiért én hálás vagyok. Nagyon szépen köszönjük. Innen folytatjuk hamarosan. Köszönjük szépen.